Dr. Nagy Endréné Katalin asszonytól kérdezi, mit kell tudni az Afrika Múzeumról? Az Afrika Múzeumról sok mindent lehet tudni, főleg a háttérről, hogy egyáltalán hogy keletkezett ez a múzeum. Férjem, Dr. Nagy Endre, 40 éves gyűjteménye van kiállítva. Ő ugyanis évtizedeken élt, keresztül élt Tanzániában, mint vadász. Hát innen el kellett neki menekülni a politikai rendszer elől, akkor csendőr volt, és ezért őt üldözték. Súlyos halálos büntetéstől is megmenekült. Nagyon kalandos élete volt. Először Ausztriába élt, próbált gyökeret verni, és a végén egy patronusa, Windisgréc herceg ismerettsége által lekerült Tanzániába, aki felkarolta, és ott a semmiből egy farmot létesített. 40 évig élt ott, nagyon elismert ember lett, állatkert és egy vadászközpontot épített föl európai módra, ami mondjuk a vadászkörökben hát világhíret egyszer. Koronás fők, svéd király, Kennedyek is vadásztak nála, 81-ben pedig egy tavat neveztek el róla tiszteletből. Honvágyós volt. Mikor már innen el kellett neki menni, már akkor azon ábrándozott, hogy hogyan tudna visszajönni. Tehát ugye ez nagyon sokára történt meg. Nem mert hazajönni egy jó darabig. 52-ben ment el innen, 67-ben próbálkozott hazajönni, de akkor is félve, hogy nehogy újra elkapják, vagy valami büntetés. 84-ben ezt a régi családi házat megvásárolta, jobban mondva, visszavásárolta a TS-től, akik annak idején 49-ben a nagyapámtól, Vitéz Vajda Lajostól elvették, birtokkal együtt, és ő, mint rokon, ebbe a házba szeretett volna visszajönni. Hát ugye nem nagyon akarták neki visszaadni, még pénzért se, de aztán ő az akkori kapcsolatai révén ezt megszerezte. És akkor még volt neki 10 éve ezt fölépíteni, renoválni, és hát berendezni, a mostani berendezéshez nem nyújtunk trófeákat, butorokat, festményeket, tehát ez tulajdonképpen nem egy múzeum, hanem egy vadász otthon, szóval úgyis az volt a neve régen, tehát ez egy lakás. És utána ugye neki megromlott az egészsége, és azzal a végrendelettel hagyta rám, hogy állatbemutatót szervezzek a ház körül, és amiből most már lassan, mint állatkert üzemelünk, és aztán minden, ami itt az udvaron van, az már az én feladatom volt felépíteni, és az udvaron, ugye itt kétféle állatfaj, az afrikai és az európai állatok találhatók, és azon kívül egy kis szabadidő központot is csináltunk, mert az most ugye ez a menő, hogy így mondjam, ilyen csúnya szóval. Csináltunk egy kis dzsungelt a gyerekeknek, illetve adva volt, ami nagy siker, kilátót építettünk, istállókat. Hát amit
madárházat sorolhatnám itt ugye 20 év alatt, amit össze tudtunk hozni. Sajnos támogatás nélkül történt mindez, és egy kicsit lassan ment, de most már úgy érzem, hogy úgy nagyjából, hát amit tudtunk, megtettünk a szent cél érdekébe. Tehát látható a gyűjtemény, afrikai, európai gyűjtemény, néprajzi tárgyak benne a múzeum. Hát így áll össze ez a két dolog itt, ami mondjuk egy kuriózum itt, mert ugye múzeum és állatkert ugye elég ritka, hogy így együtt üzemel. Hála Isten, a látogatottsággal meg vagyunk elégedve, nagyon szépen jönnek a vendégek. Abból élünk, ami bevételt produkálni tudunk. Hogy meddig fog menni, azt nem tudom, egyelőre álljuk a sarat, és hát, ha nem is egyszerű, de megbirkózunk. Eddig még megbirkóztunk a nehézségekkel. Sok évvel ezelőtt, vagy 5 vagy 6 évvel, akkor az irodában volt még a jegypénztár, és ott volt egy nagy bagoly. Él még ez a bagoly? A bagoly az a, tulajdonképpen a múzeumnak a, hogy mondjam, logója, hírneve. A bagoly még mindig él, férjem hozta ide. 20 évig élt Tanzániában, és itt már 27. éve. Most az Európai Unió építetett egy 24 négyzetméteres gyönyörű röbdét neki, amit megcsináltunk, és minden kis túlzással, minden harmadik, negyedik vendég azt kérdezi, megvan-e még a hullulú, ugyanis úgy hívják a bagyot, ami hát szegény már eléggé idős, tehát 47-48. Évében van, ami azt jelenti bagolyéknál, hogy az már egy kicsit idős. De hát szereti a magyar kosztot, a magyar egeret, úgyhogy reméljük, hogy még életben marad egy darabig. Megvallom őszintén, én annak idején olyan mozdulatlan volt, forgattunk ugyanabban a pozícióban ült tovább. Úgy van, úgy van. Most ideig meg voltam győződve róla, hogy egy kitömött példa. Mindenki. És filmezem, és egyszer csak a kamerában, a viewfinderben látom, hogy megmozdul a bagoly. Igen. Igen, megijedtek a vendégek, sikogattak ott, jaj, borzasztó, na érdekes volt nézni, ahogy megijednek ott, és csodálkoznak, hogy elkezdte forgatni a szemét a úgynevezett kitömött bagoly. Úgyhogy, de hát most már nem engedélyezik a pórázon tartását, úgyhogy röbdéték lett neki épített. Én szívből kívánom, hogy ehhez a Jóisten adjon erőt, egészséget, kitartást, hogy még nagyon sok évig tudja vezetni ezt a csodálatos együttest múzeumot. Nagyon szépen köszönöm, sajnos ez óriási hiba, hogy nagyon gyorsan megy az idő, és mindig versenyben vagyok az idővel, hogy még ezt, azt meg kellene csinálni, de hát, hogy mennyire fogok győzni az idő fölött, sőt, biztos, hogy nem fogok, de hát igyekezünk. Köszönöm szépen a riportot és a rendelkezést. Nagyon szívesen.